Szakértőket, elemzőket is meglepő adatokat tett közzé a magyar GDP növekedésével, alakulásával kapcsolatban. A KSH 1,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyed évben a GDP. Várhegy Éva a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mitől? Hát csak találgatni tudunk, mert a KSH még nem közölt részletes adatokat. Annyit szivárogtatott ki, hogy a termelő ágazatok, az az ipar, építőipar és a mezőgazdaság teljesített jól. Amit ugye lehet tudni, a mezőgazdaság már az első fél évben nagyon jól teljesített, hála a jó időnek, meg az előző év rossz bázis adatának. Tehát, hogy onnan ahhoz képest, igen, csak jobban lehet. De tényleg nagyon jelentősen nőtt, csak majdnem 20%-kal nőtt a teljesítmény a első fél évben. Hát most ezt nem tudjuk, hogy a harmadik negyed évben mi történt, valószínűleg tovább emelkedett. És amit még lehet sejteni, hogy az építőipar, aminek szintén nagyon kicsi, annak még a mezőgazdaságinál is kisebb a súlya egyébként az össztermelési adatokban, az annak is nőtt a kibocsátása, a bruttó kibocsátása, mert hát ott is ugye egyrészt hihetetlen mélypontról 7 évig csökkentek az építőipari beruházások és az építőipari által létrehozott hozzáadott érték. Emellett pedig most azért az állami beruházások meglőtték, megdobták ezt a... Ezek már el is indultak? Tehát hát arról beszéltünk, hogy amikor itt lesz a következő uniós költségvetés, tehát 14-től ugye rengeteg pénz és rengeteg projekt kezdődhet majd el, nyilván nem egy csapásra így január 1-től, de hogy az azért nyilván az építőiparnak is adhat egy lendületet végre ennyi év gyötrődés után. Most így az előző uniós költségvetésben lévő tartalékokat költjük el gyorsan, és azt érezhetünk hát az építőiparon? Hát valószínű, mondom, itt mindenki csak találgat, egyelőre még nem tudunk végleges részletes adatokat, de ezt lehet feltételezni, hogy az építőiparban már meglátszik ennek a jótékony hatása. És hát az iparban, főleg az ipari exportban pedig a járműipari export az elég jó lehetett. Ugye itt azért beindult, így van most már a termelés és a kibocsátás a Mercedesnél, úgyhogy úgy néz ki, hogy nagy valószínűség ezek húzták meg. Ami valószínű, az első fél évben például a szolgáltatási szektor, ami azért egy elég jelentős, az iparnál lényegesen jelentősebb szektor, ott nem volt az első fél évben növekedés, elképzelhető, hogy a harmadik negyed évben se nagyon növekedhetett, mert nem nagyon látszik, hogy miből. Úgyhogy körülbelül ezek. És hát még azért van, aki azt is gondolja, hogy esetleg itt ilyen számítási, módszerbeli változások is szerepet játszhattak. Tehát egyrészt korrigálták az előző évre vonatkozó adatot lefelé, és akkor ez ugye fölfelé húzza az idei évi adatot, hiszen ha az előző időszakához képest. Igen, na, de ezt például honnan tudjuk meg, hogy valaki egy évvel később, egy évvel korábbi adatot lefelé korrigál? Hát ez mindig, a KSH minden évben a GDP adatok olyanok, amit minden évben és még évekre visszamenőleg is szoktak korrigálni. Sajnos. Visszamenőleg is lehet korrigálni? Hát lehet, mert találnak valamilyen metodikai hibát, vagy új szempontokat, ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy miért, de sajnálatos módon elég jelentős változtatások vannak. Ráadásul ugye ez egy előzetes adat, majd lesz egy végleges adat. Aztán van egy olyan tétel mindig ebben, hogy ugye a felhalmozások, ami nem csak a beruházásokat tartalmazza, hanem a készletváltozás, készletfelhalmozás, na az egy olyan eleme, ami állandóan változik, és teljesen megmagyarázhatatlanul. Most például azt is lehet tippelni, hogy esetleg a mezőgazdasági készletek megnőttek, és ez is megdobhatta ezt az adatot. Most azért látni kell, hogy azért az, hogy egy negyedévre vonatkozóan az előző évi negyedév, ugyanazon negyedévhez képest
1,7%-kal nőtt a GDP, ez még éves szinten, tehát az első háromnegyed év, a tavalyi első háromnegyed évhez képest ez még csak 0,7%-os növekedést mutat, úgyhogy azért még nem lehet azt mondani, hogy dübörög a gazdaság, de tény, hogy egy kedvező fordulat. 0,5-öt tippeltek ehhez képest, akkor 0,7. De hát ez gyors becslés még, tehát ez lehet akár több is, vagy kevesebb is. Azt már láthatjuk, tehát ha most visszalapozunk, vagy visszakeressük a KSH tavalyi azonos időszakbéli adatát, akkor már akár most is kiderülhet, hogy korrigáltak azon? Hogy az összehasonlítás alapja az más legyen? Hát ezt most még nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, tehát még mondom, hogy nincsenek részletes adatok a mostanira vonatkozóan, tehát nem tudjuk, hogy a múltban milyen korrekció történt. A mostanit nem, de mire... a múltbéli korrekciót sem látjuk még? De hát ott mondom, hogy van egy ilyen 0,2-es az ipari kibocsátásnál. Van egy ilyen... 0,2-es korrekció? Igen. Tehát ezt már most látjuk, hogy igen. Korrigálta a KSH a tavalyi azonos időszakbeli adatot, igen. 0,2-vel igen. Rontotta le a tavalyit, igen. Ehhez képest, tehát akkor igen. Mondjuk nem 1,5-tel, hanem akkor már 1,7-tel nőtt a GDP. Jó, mondjuk ez csak az iparra vonatkozik, igen. De egy összehasonlításként mondtam a két számot. Most a mezőgazdaság nélkül viszont egyáltalán nem nőtt a GDP, tehát azért ezt hozzá kell tenni. A mezőgazdaság egy rendkívül bizonytalan ágazat, mert ugye hát mindenféle természeti csapások sújtják, illetve időnként kedveznek neki, és ha ezt korrigáljuk, a portfólió csinált egy ilyen elemzést, egy számítást, hogy kivette a mezőgazdasági adatot, és anélkül viszont nulla a növekedés, tehát anélkül nincs. Na de hál' Istennek van mezőgazdaság, és hál' Istennek jó volt az időjárás is. Varga Mihály úgy fogalmazott, aki hát breaking news-ba jelentette be a örömteli adatot, hogy a magyar gazdaság egészségesebb szerkezetre kezd átállni, a termelő ágazatok teljesítménye növekedett, és korábban az export húzta a gazdasági növekedést, hát hogy húzta, az akkor inkább mondjuk azt, hogy tartotta életben. Ez idén ehhez képest ehhez a belső fogyasztás is felzárkózott. Nőtt a belső fogyasztás? Hát egyelőre még nem tudjuk, mert erre még mindig nincs adat. Az első fél évben még egy picit csökkent a belső fogyasztás. Ő lehet, hogy tudja, én nem tudom. Azt lehet tudni, vagy sejteni megint csak, hogy ugye az export az valóban most is jelentős szerepet játszhat, sőt valószínű, hogy az export, az importot meghaladóan nőtt így a GDP-vel, bruttó hazai termékben mérve is, tehát ez egy pozitív dolog. Most az, hogy a termelő ágazatok teljesítenek jobban, és a szolgáltató ágazatok kevésbé, ezt én azért nem tartom egy olyan örvendetes dolognak, mert én tudom, hogy ennek a kormánynak ez a prioritása, hogy a termelő ág az értékteremtő ipar, mezőgazdaság, kézzelfogható termelés, az legyen, abban legyen Magyarország éllovas. De hát azért tudni kell, hogy a 21. században már inkább a szolgáltatások teremtenek munkahelyeket, a szolgáltatások iránti kereslet szokott egyre jobban nőni, és hogyha a szolgáltatásokat elnyomják, elsorvasztják, már pedig itt ezekkel a külön adóztatásokkal ez történik, részben a bankszektor, részben egyéb telekommunikáció és más szolgáltatások, akkor az egyáltalán nem, számomra nem megnyugtató, tehát az nem egy tartós, fenntartható növekedésnek az alapját teremti. Illetve, hogy a szolgáltatások mértéke nem nő, az akkor azt is jelenti, hogy nincs pénze a fogyasztónak arra, hogy a szolgáltató ipart a szolgáltatásának az igénybevételével, annak megfizetésével gyakorlatilag fellendítse? Hát ez gyakorlatilag ezt jelenti, igen. Igen. Tehát ha nincs pénzünk megfizetni egy szolgáltatást, akkor a szolgáltatóipar sem fog nőni. Hát így van, és hogyha megdrágítja a kormány, tudatosan megdrágítja a szolgáltatásokat, a telefontól a banki szolgáltatásokig ezt teszi, akkor ezzel végső soron ő maga hozzájárul ahhoz, hogy mi ne arra költsük, vagy minél kevesebbet költsünk arra. Hát most rezsire akkor ezek szerint költhetünk, tehát az a legjobb stratégia egy háztartásnak, hogyha
28 fokosra befűti a lakását, és ugyanakkor nem tart megtakarításokat a bankban, és nem nagyon telefonálgat. Hát ezt tudom mondani, hogy ez a kormánynak a tippje, hogy mit csináljon egy magyar fogyasztó. Az unortodox tipp ezek szerint. Tehát amit Varga Mihály mondott, hogy tartósan, ezen adott alapján a magyar gazdaság tartósan növekvő pályára állt, illetve hogy a magyar gazdaság szerkezete az egészségesebb lesz, akkor ezt a két állítást, ezt a két véleményt ön nem osztja? Hát az, hogy tartósabb növekedésre állt, ez valószínű igaz, itt a mérték nem mindegy, és azért azt lehet látni, hogy mindenféle elemzői számítások azt mutatják, hogy a potenciális növekedése, tehát az, ami a gazdaságban a beruházások és egyéb kapacitások révén benne van a gazdaságban, beleértve munkaerőt is, az inkább csak egy ilyen 0,5%-os növekedés. Tehát ez is egy tartós növekedés lehet, mert ha 10 évig 0,5%-kal növekszünk, az növekedés, de hogy ez egy leszakadást jelent majd akár az Európai Unió, akár a környező országok viszonylatában, ez is borítékolható. Na hát akkor majd várjuk az elemző adatokat a gyors jelentés után, és meglátjuk, hogy mi hogyan alakította ezt az egy egész hetet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.